Szeretném elmondani azokat a megtörtént, különös jelenségeket, melyek a 90-es években zajlottak a falumban és környékén. Akkoriban nálunk igencsak megszaporodtak az UFO tevékenységnek is nevezett esetek. Egy jel az egyik családi ház lakói arra riadtak, hogy erős fénysugár önti el a szobájukat. A fény áttört még a sötétítőkön is. Az udvarból jött, a kutyájuk veszettül ugatott valamit. Kiugrottak az ágyból, de olyan vakító volt ez a fény, hogy nem bírtak oda nézni. Rémülten várták, mi fog történni. A vakító fénysugár kialudt. A kutya néhány pillanatig ugatott még, majd halk nyűszítések után elnémult. A családfő oda botorkált az udvarra néző ablakhoz, és felhúzta a rolót. A rémülettől a kővé merett. Az ablak másik oldalán, vele szemben, egy lény nézett befelé. Hosszú karjaival az ablakra tapadva. Feje hatalmas volt és sima. Nagy, düllett szemekkel bámult a férfira. Ezután nem tudni, mi történt. Mindössze annyit mondtak még, hogy másnap reggel az ablaküvegen látható volt a lény kezének a nyoma. Egyesek azt rebesgették, valamiféle jeleket is hagyott. A község mezőgazdasági udvarában történt éjszaka a következő esemény. Az éjjeli őrök bódéjukban nézték a televíziót, amikor hirtelen erős fényt tapasztaltak, mely nappali világosságot csinált az udvarban. A televízió adása elment, valami megzavarta. A reflektorra emlékeztető fénysugár kialudt. Az őrök kinyitották a bódé ajtaját, és kiléptek a visszatért sötétségbe. Annyit láttak, hogy apró lények futottak be előlük oda, ahol a gépek parkoltak. Az egyik őr azt hitte, hogy a haverja tréfálkozik, mivel éppen aznap délután mondta neki, hogy éjszaka visszajön, és majd megijeszti őket. Oda kiabált a sötétségbe. Ne hülyéskedj már! Nem kapott választ. Halálra voltak rémülve. Oda sétáltak, ahová az apró lényeket látták futni. Az esetről még annyi szivárgott ki, hogy valamilyen sokkoló szerűséggel bénították le a két éjjeli őrt, a falhoz nyomva őket. Nem beszélnek róla. Néhány évvel ezelőtt egyiküknél próbálkoztunk, de gyorsan elterelte a szót. Gondolni sem akar rá. A félelem, a sok megtagadja a beavatást. A falutól nem messze lévő város 12 emeletes házakból álló részén az esti órákban zavarta meg egy hatalmas, lebegő tárgy a televíziót néző lakosokat. Az egész lakótelep az ablakhoz tapadt. Erről egy barátom mesélt, aki kisfiúként az óvoda melletti ház 9. emeleti ablakában állott szüleivel és kishúgával. Azt mondta, hatalmas, fekete csészeajt láttak, mely egy darabig mozdulatlanul állt a levegőben az óvoda épülete fölött. Mikor lassan megindult, amerre haladt, erős fénysugárral világította be az utcákat. Nagymamámtól hallottam női ismerősének történetét, aki hasonló tárgyról számolt be neki, hozzátéve, hogy csak nagymamám meri elmondani, mert tudja jól, hogy ő nem nézi érte bolondnak. Férjével az éjszaka úton voltak hazafelé, mikor azt vették észre, hogy az autó lelassult. Pedig az asszony nem vett vissza a sebességből. Hiába nyomta a gázt, az autó nem engedelmeskedett. Férje rá is szólt. Miért mész ilyen lassan? Nyomd azt a gázt. De hát nyomom! Az asszony elmondta, hogy egy UFO kísérte őket. Az autó fölött lebegett, az idegen jármű olyan erős elektromos hatással rendelkezett, hogy az autó valósága megbolondult tőle. Amikor felhagyott a követéssel, az autó hirtelen meglódult, visszanyerve a sebességét. Az UFO jelenségek a falumban és a környékén azóta abba maradtak. Egyáltalán nem hallani újabb esetekről.
az itt elhangzott történetekről sem beszél ma már senki. Az érintettek hallgatnak. Nem akarnak nevetség tárgyává válni. Jól tudják. Az emberek nem nekik fognak hinni, hanem azoknak, akik a médiában lejárató gúnnyal kezelik a témát. Mert a valódi irányítóknak egyelőre nem áll érdekében az erről való felvilágosítás. Addig csak sötét mesék maradnak ezek a megtörtént esetek.